Nézzük a következő bootstrap videót. Múltkor megnéztük, hogyan lehet alapvető betűformázásokat elvégezni, illetve bekezdésformázásokat. Viszont akkor nem néztük meg, hogy hogyan lehet a szöveget elrendezni. Most a legalapvetőbb elrendezési lehetőség konténereknek a használata. Kétféle osztálykijelölő áll rendelkezésünkre, gyakorlatilag konténer használatához. Van a sima konténer, illetve a konténer fluid elnevezési. Nézzük ezt az elsőt. A konténer esetében itt felbontástól függően van egy fajta, vagy egy szélessége a tartalomnak. Ez nem terjed ki teljesen a kijelzőknek a széléig, de hogy itt is látszik, ellentétben a fluiddal, ami a kijelző széléig fog tartani. Először nézzük meg a fluidot. A felhasználásról itt látunk egy példát, gyakorlatilag konténer osztályba kell tennünk egy divet, és akkor azon belül lesz a tartalom. Létre is hozok akkor az előkészített fájba. Ez a fáj, meg is mutatom először, nem tartalmaz semmi mást, csak egy H1-es címsort és egy kis lipsum szövegből néhány bekezdést. Őket szeretném egy konténerbe elhelyezni. Jó, tehát azt mondtam, hogy először nézzük meg a fluid. Konténert. Tehát itt kezdődött a címsor előtt, és itt lesz majd a vége. Tehát nekem itt jelen esetben a per body előtt lesz vége. Hasonló így az elrendezés. Ugye kaptunk némi margót, de alapvetően hasonló az elrendezés, mint amikor nem volt semmilyen konténerünk. Gyakorlatilag a rendelkezésre álló felbontást, vagy ablakszélességet ez kihasználja. Na nézzük meg a sima konténert. Itt nem használja ki a teljes szélességet, viszont benne van már ez a felbontás függő, tehát responszív elrendezés. Ugye, ahogy én módosítom az ablakomnak a szélességét, tehát módosul a elérhető felbontás az oldalamnál, annak megfelelően állítja be ahhoz a konténernek a szélességét, egészen addig, amíg el nem jutunk egy olyan szélesség, vagy nevezhetjük keskenység, amikor már nem lesz két oldalt semmilyen szabad rész. Itt, ahogy növelem meg, így látszik, hogy ugrik a felbontásban egyet. Ott is megvolt, jó? És akkor egy bizonyos felbontás felett pedig ez a maximális méret, amit elérhetünk. Hogy ezek hogy néznek ki, azt itt látjuk ebben a táblázatban, hogy gyakorlatilag 1200 pixel szélesség felett már maximum a szélessége ennek a konténernek 1140 pixel, és így megy tovább, 992 pixeles felbontás, és 1200 között 960 pixel, és így tovább lefelé. A kifejezetten kicsi felbontásnál pedig már nem fogja a konténer fenntartani ezeket az oldalsávokat, és akkor 100%-os lesz a szövegünk. Jó, a konténeren belül egyébként használhatunk belső margókat. Érdemes megjegyezni, hogy ehhez használhatjuk, vagy használjuk ezt a P jelölőt. Ennek is vannak ugye különböző méretei, ez 1-től vagy 0-tól, nem is tudom pontosan, 5-ig terjedhet. A sima P
Itt, amit ezen a példán látsz, ez a PT, ez a padding topnak a rövidítése. Ha ezt hozzáadjuk, akkor a felső, belső margó az egy ilyen közepes értéket fog felvenni. Ezt majd mindjárt ki fogjuk még próbálni, ezeket a paddingokat, tehát a belső margókat. Néhány szín, amit fel tudunk használni. Tehát amit itt mond nekünk, tehát lehet szegélyt kérni, illetve kettőféle szín, amit itt most látunk, ez a dark, ez a BG dark osztálykijelölővel elérhető ilyen szürkés háttér, illetve a BG primary-vel elérhető ez a kék. Ez a primary egyébként a Bootstrap-ben ez mindig ezt a kék színt fogja jelölni. A betű színéhez is van néhány előre beállított definiált érték, ez a text white például fehér karaktereket ad nekünk. Hát próbáljuk ki a sötét háttérrel a mi oldalunkat és fehér betű típussal. Ebben az esetben szeretnénk, hogy az egész konténerre vonatkozzon, tehát az ő osztályához fogjuk ezt beírni, a BG Dark. Mindjárt nézzük is, hogy ez megtörtént. Jó, tehát itt a BG Dark, és most nem nagyon látszik, hogy a fekete betűtípus, és ezt a text white-tal fehérre tudjuk állítani. Jó, itt az előnézetben látszanak azért itt a belső margók. Azt mondtam, hogy a paddingot azt tudjuk állítani ugye ezzel a P kötőjellel, hát P 6 vagy 5 a legnagyobb, akkor itt egy egész nagy belső margót kapunk, és ja igen, a P 0 lesz a legkisebb, amikor nincsen margó, és akkor a többi az pedig ugye folyamatosan növekszik egészen 5-ig, 6-oshoz már nincsen. Jó? Közepesnél van körülbelül ez a konténer, de valójában csak két oldalt van némi belső margó, fent nem láttuk. Előbb a PT esetében ez a padding top rövidítése tudtunk akár külön is állítani. Mondjuk itt hozzátehetek egy 4-es felső margót, és akkor már egész jól néz ki az oldalunk. Jó, tehát ez a responsive konténerekről később lesz szó, azt most egyelőre hagyjuk, hanem ugorjunk át a színbeállításokra, még ebben a videóban. Először is ugye a szövegszínnél van néhány előre definiált beállításunk. Itt nem is feltétlenül a színeket adja meg, tehát nem azt mondjuk, hogy text blue, text green, stb., hanem elő van készítve egy-egy feladatra ezek a színek, és ezek így vannak elnevezve. Tehát ez nem a színeket adja elsősorban. Ugye a text primary az elsődleges text szöveg, akkor a success ez zöld, tehát hogy valami sikerült. Mi van még itt, a warning, az piros, tehát valami veszélyt hív, illetve nem, az bocsánat, az a sárga, még a danger, az a veszély, az a piros, és így tovább, és így tovább. Ezt bármilyen szövegre fel tudjuk használni. Mondjuk az első bekezdésre használjuk fel ezt a text success osztálykijelölőt, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki. Text success. És ő lett akkor például ez a zöld szín. Nem csak betűszíneket, hanem háttereknek a színét is meg tudjuk változtatni. Egyrészt van ez az átlátszóság, amivel most egyelőre nem foglalkozunk, ki lehet próbálni.
hanem az előző szín elnevezésekhez hasonlóan a háttérre is megvannak ugyanezek, csak nem textként indulnak, hanem BG-ként, mint background. Fogjunk egy bekezdést, amire használjuk mondjuk ezt a warning hátteret. Legyen ez a második bekezdés. Ugye egy háttér lesz, tehát BG. Warning. És a szövegünkben ez simán sárga lett. Most itt ugye magához a bekezdéshez nem tartozik belső margó, ezért egész furcsán néz ki. Itt kipróbálhatjuk simán ezt a P-vel kezdődő belső margót, adok neki egy közepes margót, P kötőjel 3, és akkor már jól is néz ki. Azokat egyébként felhasználhatjuk, azokat az ismereteket, amiket eddig tanultunk, például sorkizártá tehetjük akár az egész konténernek a tartalmát. Meg kell keresnünk ezt a divet, igen, és akkor beírjuk például, hogy text justify. Ami sor kizártá teszi. Na most ez ugye vonatkozik a H1-es címsorra is, őt belül van, felül bírálhatjuk, tehetjük például őt középre. Text center. Jó. Ha már megemlítettük a belső margót ezzel a P jelöléssel, akkor a külső margót se felejtsük ki. Ebből a videóból őt M-mel kell megjelölni, és ha a külső margót szeretnénk, akkor M kötőjel és egy 0 és 5 közötti számot adunk meg. A nullánál van a 0 margó, és az 5-nél van a legszélesebb margó. Ezt mondjuk megadhatjuk az egész oldalra vonatkozóan. Akkor viszont a body teget kell kiegészítenünk, ahol azt mondom, hogy legyen itt is egy közepes margó, tehát az M kötőjel 3, és akkor megkaptuk a megfelelő margót. Jó, egyelőre ennyit ebben a videóban.